Itt vagyunk Debrecen főterén, Mike Pércs főteréről sétáltunk be több százan, és itt várt bennünket szintén egy több száz fős tömeg. Mindannyian együtt szeretnénk kifejezni akaratunkat az ellen, hogy megépítsék a kínai akkumulátorgyárat Debrecen legjobb termőképességű földjein. Hiába minden tiltakozás, hiába a közmeghallgatáson elmondott józan érvek, a városvezetés gyakorlatilag nem veszi figyelembe a debreceni polgárok akaratát, nem szeretnénk egy ilyen súlyosan szennyező, tisztázatlan körülmények között megépülő gyárat Debrecen határában látni. Szeretnénk egészséges környezetben nevelni a gyermekeinket, szeretnénk, hogyha Magyarország legjobb termőképességű földjein elsősorban arra használnánk, hogy itt az itt gazdálkodó magyar gazdák itt tudják elképzelni és felépíteni az életüket, illetve a magyar emberek élelmiszer ellátására szükséges azt fordítani. A civilek mellé beálltunk, és ezért veszünk részt ezen a rendezvényen, hogy támogassuk őket. Nagyon különleges nap a mai, hiszen ahogy az előbb elhangzott, Mike Pércs főteréről gyalogoltunk be jó 3 óra hosszán keresztül Debrecen központjába, Debrecen szívébe, ahol a kezdetben néhány száz fős tömeg, több ezressé dagadt. Ezekben a percekben is mögöttünk elmondják a civil szónokok a különböző érveiket, tiltakozó beszédeiket. Láthatja a debreceni, és egyébként az országos pártvezetése a Fidesznek, hogy nem csak egy közmeghallgatás szűk lakossági tiltakozásával, hanem egyre nagyobb tiltakozással találják magukat szemben. Ugyanakkor megkerülhetetlen és elkerülhetetlen lesz az a népszavazás, amelyet a civilekre nem rátelepedve, hanem őket segítve nyújtott be Kuti Zsuzsanna e hét kedden, és ahogy ezt a kérdést hitelesíti, vagy záradékolja a Helyi Választási Bizottság, úgy következhet az aláírásgyűjtés, mely egy nagyon kemény művelet lesz, sokkal keményebb, mint a mai 3 óra hosszás gyaloglás, ugyanis 30 nap alatt kell legalább 33.865 érvényes aláírást összegyűjteni ahhoz, hogy a kínai akkumulátorgyár megépítésének megakadályozásáról véleményt mondhasson 169.325 debreceni választópolgár. Nagyon fontos, nagyon hasznos, nagyon értékes a mai rendezvény, de igazából akkor tud csak értelmet nyerni, ha erre a népszavazásra sor kerül, ha ezt kiírják, és ez a népszavazás érvényes és eredményes is lesz, vagyis a debreceniek elsöprő többsége elutasítja ennek a gyárnak a megépítését, ami egyrészt tönkreteszi a termőföldeket, másrészt nagyon komoly talajszennyezési, levegőszennyezési, vízszennyezési kockázatokat rejt magában, az zajszennyezésről már egyébként nem is beszélve, és kétségtelenül fontos lehet az akkumulátoros technológia, de ha a debreceniek nem kérnek belőle, akkor tudomásul kell venni mindenkinek, így a politikai vezetésnek is, hogy akkor nem szabad ennek sem itt, sem máshol megépülnie. Lehet, hogy tehát nagyon fontos az akkumulátorgyártás, de azt is meg kell érteni, és tisztában kell vele lenni, hogy akkumulátorok nélkül meg lehet élni, ennivaló nélkül meg nem. És szerintünk nem akkumulátor nagyhatalommá, hanem élelmiszeripari nagyhatalommá kell tenni Debrecent, Hajdú-Bihar megyét és az egész országot.